hát egy torosan induló, aztán heroik dominanciával végződő Anubiszt követően kiegyenlítették a szériát, ám de brazil oldalról mégiscsak ki lehet emelni, hát egy legendát mondhatni. Fallen azért hozta a kötelezőt, meg annál sokkal többet is. Meccsben partiban tartotta a csapatát, bár sajnos nem volt elég a 2-0-ás győzelemhez ez a brazilok oldaláról. Itt még továbbra is Fury részvel egyébként készerálltó az, aki mind az első, mind pedig a második pályán nagyon-nagyon csendes volt. Mondtam, hogy tartalékolja magát már Mirázson, de Anubisra sem érkezett meg, sőt kevesebbet is hozott. Na majd most akkor. Napon. Úgyhogy majd most nyúkon, ahol a pályastatisztikák láthatóak, hogy ki hányszor játszott és hányszor nyert itt az elmúlt három hónapban, és ami a legfontosabb, aki megnyeri ezt a nyúkot, az ott van a legjobb 16 között, kvázi a Stage 2-ben tovább jut, korábbi nevén a Play-in-ből, szerintem a mai napig lehet így hívni. Párhuzamos meccsen pedig, hát mondtuk, hogy 12-2-ről 12-7-ig visszajött a Big, és mondtuk, hogy hát akkor még 5 ilyet, és akkor megvan az OT, hát egy is sikerült utána, ahogy azt illik, 13 hétre végül a Falcons lezárta a Big pálya választását, deszkettőt, és már ott Mirázson robognak, ahol egyelőre 2-2 az állás. Na de akkor mi kanyarodjunk rá erre a ezen szériát lezáró nyúkra, Dexter tolját a nyugat smoke-ot, és készen átó fejelik ki őt, ez már egy jobb start, egy jó startra hajaz. Hello és Yuri folytatja a shot, egyébként készen látom, nagyon szereti nyúkot, a kedvenc pályája, szóval ez is lendíthet majd a teljesítményén a brazil szupersztárnak. Hellónak ott van még egy, és akkor Kixán egyedül egy V. Öt szituáció van a készen látom. Na hát csak mondani kellett. Szid is már hangosabban üvölt és tapsol itt a háttérben. Ja, és nem mellesleg, aki ugye itt jön, az továbbít, aki veszít, az viszont búcsúzik ettől az idei Köln, HIM Köln versenytől. Ugye ezt mondható el egyébként a Big Falcons meccsről is. Na, ötödik pisztolykör, és ha emlékém nem csalnak, akkor a harmadik flawless pisztolykör egyébként. Ugye egyet hozott öt túlélő játékossal Mirázson, a Fúria, meg egyet Anubiszon, a Heroic. Igen. Szóval elég magabiztos a legtöbb pisztolykör, hát éppen annak az oldalnak, amelyik nyeri. Viszont pisztolykörökben a Heroic vezet, ugyanis ugye Mirázson 1-1, viszont Anubiszon mind a kettőt megnyerte a Heroic, szóval az a 3-1, de ezzel szépített most a Fúria 3-2. Hát most várjuk ki a végét, mert ezúttal a vesztes fél nem ekózik, hanem forszol. Két MP9, 5-7-ök, egy vakító Kükszannál. Készen átó szemezget rámpá, amiközben Fallen készíti majd a gránátokat az épület tetejéről, és jöhet majd egy alkerítő, ugyanis ketten kintin készen átó tartja a rámpát, ketten pedig majd osztóból fognak érkezni. Jaj, de jó helyre tart, Yuri. Legyen türelmes, türelmes is, megvan a kontakt, azt meg a csetepaté, de végül ne egyszerűen ki belőle a győztes, mert két MP9 azonnal eldöntül, nézzük meg azokat a HP-kat, hoho! Mi történik? 3-2-re, de valahogy nagy nehezen megvan a rakó, ne ezt próbál vágyani kevés HP-val, de ott jön Fallen, aki az egész biohármat, de sussa, fáj szemben, teszesz, hát ez milyen peak volt, miért volt, ki kellett volna vágydolni, volt info Skullsról, és most van még méd, van még füst, a bombát fel lehet szedni, és egyből plantolni kell, viszont nagyon kevés a HP, susnak így is jóval több van, aki átolja a smoke-ot, megvan az info, szerintem látta, igen, ezért jön csak a csöri, és Skulls így megnyeri, látta a füst sarkából, és sus azt áttolta, de ügyesen csinálta Skulls, egykori Liquid játékos. Hú, hát penge élen táncol a Fúria, nagyon lomhán kezdődött ez a kör. Ott outside-on bukt el az első kontaktot még Yuri, és aztán a második frag is egyébként a Heroicnál landol. Technikailag ez egy 5v3 volt, aztán jött egy készenlátó dupla, végén pedig Skullsnak kellett nagyot menteni, a még 1v2-t korrigált először Tessessel, majd Shushal, a veterán Heroic játékosokkal végzett. És pont ezt akartam mondani, hogy így egy darab túlélő játékos maradt Fúria oldalon, indokolt lehet egyébként még egy force vásárlás. Alacsonyan tudják tartani a Fúria pénzét, és nyilván SMG-k végig, meg teszesznél egy Dezi, tehát valamivel azért jobb a Fúriának a fegyverzeti
helyzete, de hogyha meg tudnák ezt nyerni, akkor könnyen rá is tudnának duplázni a heroikosok. Jó flash lesz oda föl az ereszek, vagy a csatorna fölé, de ennek egy Nelce nyitó, sőt sus, megint dupla ember, és most már bomba esett, de nagyon sokan vannak itt, Fallerre kéne menteni a mentetőt. Egy frag van meg, csak neki Dexter azonnal ráúrik, a bomba pedig ott van a heroikosok előtt. Oh, ez sok volt Dextertől, így egyedül, és így a kalát is fel lehet venni. Észrátó azonnal 5-1-ben kezd, hát látszik, hogy végre megtátosodott, legalábbis itt az első két és fél körben, ezt már azért ki lehet jelenteni. 2v3 Nersz, még mindig van egy AK, az a füst nem rossz, de Nersz nem tudom mennyire fognak majd számítani. Hát most azon a legjobb, ha felmennének a fúriások, de így is megállt, a két legerősebb játékos a maradt életben egyébként a fúriának. Aha, de Nersz is itt van, kérne a trade, az is megvan. Már kifogyóban volt az AK, és Kikszám valahogy megmenti. És mivel 1v1 volt, ugye hiába 2-0-ás ellen jött a Force megint a heroiktól, és ez most már kifizetődő volt. Nem igazán van pénz a Fury-nál, konkrétan semmi. Igen, 1400-as loose bónusz csak viszont, ezzel biztos, hogy vissza fognak forszolni. Nem, nincs magasan a heroik pénze sem, ahogy mondtad, egy túlélő játékos. Kikszán nem is vagyok benne biztos, hogy el tudott érni nagyobb fegyvert, lehet, hogy csak azt az MP9-est hozta ki. Kikszán, vett egy M4-et, szóval az MP9-es tovább dobta Tessesnek akkor. Hát, vagy nem, jó, ott egy AK, azt akkor Susnak dobta át. Gyors korrigálok magamon. Így azért jobb a heroiknak a helyzete, mint hogyha egy MP9-es jött volna ki. Így négy rifle mellé, utility terén kicsit már rosszabb a helyzet, Kikszám viszont korrigál, kettővel válaszol, a Molival vigyázni kell, jött a trade, de megérkezett mindeközben nyugatban Nerds, na még az outside lurk, Yuritól kifizetődik, de 1v3-ból tud csak 1v2-re szépíteni, ráadásul ki is lesz füstölve a pozi, aztán kapja a dupla peaket, vissza tudja verni a Fury a Force vásárlását a heroik. És át is vehetik a vezetést, hiszen ekóznia kell készen rátóéknak. Közben néha egy-két üvöltésbe hallatszódik a Big Falcons meccsről is. Hogy párhuzamosan zajlik. 4-3-nál, 4-3-as Falcons előnynél dupla ember előny, úgyhogy talán borítékolhat az 5-3, és ott a második pályán járnak még csak a felek. Húva! Hiro AK Cellónál, és... Hát, miért nem vártam meg a fle... Jézus, Jézusom! Tessz! Még ha csak Echo is volt. Azért mégis ott azt a híróvákást kellett elsőként hitatni, meg aztán ott még kétszer át is felvette azt az elejtett rifle-t. De vezet a híróik. Hát most akkor gyakorlatilag nagy vásárlás. Viszont ott meg kell húzni megint csak a nadrág szíjat. Cellónál csak egy SMG, hogy legyen minél több gránát. Fallen dobhatta előbb azt a Hero AK-t. De nála csak egy Tech 9 lesz ebben a körben. Gyors utility háború itt Squeaky környékén. Kikszen eléggé sok HP-t veszített ott a Molotovnak köszönhetően. Készenállától le tud droppolni csatiba, de feltételezem, hogy ezt hallották. Skulls is ott szemezgetett a létrával, aztán ledroppolt, talán ő Silentbe tesz ezt, na csapó 2, ezután nehezebb lesz viszont a helyzet. Nagy fegyverekkel jönnek, illetve hát így megten egy Tech 9, Yurinál Kalasnyikov, tesz ez 1, na most kell most életben kell maradni, most kell visszavonulni, Susnak nem is kell többet píkelgetnie. Jó volt a setup, tesz ez visszajön, ez nagyon rizikós, lehet, hogy nem kéne, főleg így, hogy Dexter be tud szúrni még egy freget, vissza lehet zárni dupla emberölőnyből, teljesen passzív helyzet, de nem számítok a második csatira. Ugye halkan szökött le Skulls, és hiába kapcsolták le készenállatot, Skulls immáron duplázik, kiegyenlíti az ember arányokat, csatéba pedig nem droppolhat Kikszám, ezt felérne egy öngyilkossággal, Fallen üti a kódot, Yuri pedig zárja a rámparotát. Azt pedig egy frag megszotolja Süst is, lehet visszazárni. Na ez egy igazi banger ütközet lesz. A timing de rossz volt most Skullsnak, de jöhet a trade Fallentől, nem is marad el. Susról pedig volt info, hogy rámpán látták utoljára. Ő viszont nem próbálja meg ezt a clutchot most. Nem tudja tovább növelni az előnyét a heroik, egyenlít a Fury-a.
a biztatás Sittől is a háttérben. Itt ez volt óriási egyébként, vagy annak volt nagyon nagy impactja, hogy Skulls ugye csendesen droppolt, és csak egy csati playerre számított. A készerától ellépte, vagy hát hangosan droppolt. Azt még arra számított Dexter, azt le is kapcsolta, de a következővel már nem bírtak el. Nem volt sejtésük Skullsról. No de, van még pénz a Heroicnál, főleg itt a mentett fegyver mellett, Dexter kezében AWP, sőt, fegyverzeti fölény a Fúriával szemben. Az AK-t köszöni szépen Yuri, de... vagy Nerds, bocsánat, de ezt egyből ki is csavarják a kezéből. Dexter is elég nagy sebzés kap. Legkörül 18 HP-re, noha mondjuk pont ez a VP-snél a legkevésbé fájdalmasabb. Egy hit potenciál ugye ugyanúgy megvan neki. Egyelőre most úgy néz ki, hogy behúzza a kéziféket a Fúria. Hát ez kicsit balszerencsés mondjuk, hogy csak a bombával crossoltak át Secretbe. Cello jó szöget tart, nem tudom, hogy ezt mennyire fogják megtisztázni. Teljesen, oké, kickszem. Bomba. Game Sense. Megkapcsolt a Cellót és kiesett a bomba. Igen, nem tudnak már füstfalat dobni a Fúriások. Skulls mondjuk, igen, lekapcsolt a kickszent, az egy kicsit velelőtlen volt. Csak füstfal nélkül kellene outside-on crossolniuk Dexter AWP-jével szemben. Rambusz, ez nem volt. Másodjára se jó. Most? Most jó? Hát csak minek. Jaj. Moli. Aranyos volt itt kintin. Itt a Verza Molotov, na akkor itt Rambusz már nem lesz, hanem pirosra boost, hogy föl Fallen készerátót. Utóbbinak. Előbbinek, bocsánat, egy HP-ja van. Buszek. Hát ezt inkább menteni kéne, ugyanis nem igazán van pénz. A braziloknál megint lépés, amiben kell a Heroic, sus, viszont... Ha? Egy ingyen frag készállata pedig megbújik a konténer mögött, szerintem mostantól így immárom végig. Pár sejti, hogy az utolsó játékosnak is itt kell legyen. A Molly nem még be, de jön a Whitepeak, és végül is sus megoldja, nem lesz mentett fegyver. Akkor most sem nagy kérdés, hogy... lesz-e itt... vásárlás brazil részről, vagy sem. Készállatóra ráadásul idő után halt meg. Igen? Igen, 1003 van nála. Nem is néztem. Tényleg. Pont idő után. Még leketyegett az utolsó pillanatokban. Udán laki. Hát és hát egy ekkocska. Azt hittem az ilyen beáldozós kereszt, hogy csak beszaladnak. Opá! Tehát egy hiba. Akkor most szaladnám be. Öj! Madara. Jaj! Hiba! Dump! Jaj! Oké, ez a P250 veszélyes volt, de... megjönnek a csapattársak és korrigálják Dexter hibáját. Túlélő játékos. Vagy 5 túlélő játékos. Lehet építeni, szépíteni azt a CT bankot. Szükség is lesz rá. Hát most fog jönni akkor a Fúria nagyvásárlás, csak most köszön vissza az, hogy ugye készerátó idő után halt meg az ezelőtti körben, vagy hát kettővel ezelőtti körben. Megten lesz csak nála Fallennél Tech9. Nagyon mártírkodik Fallen egyébként, megint csak átdobott valamelyik csapattársának egy kalát, feláldozza magát, hogy ő csak Tech9-ozik. Fegyverzeti fölény most megint csak óriási a Heroicnál, de érkezik az A-pop a braziloktól. Húha! Atya úristen! Dullos! Dullos, még két player! Jó, nem tudom, mindegy. Jézusom! Húzum! Mi történt ebben a körben? Fú, hát hogyha azt mondom rá, hogy kaotikus, nem jellemzi elég jól. VP-vel be! A húsdarálóba Dexter, de hát ezúttal nem jött össze neki a nózóm. USP frag, de volt itt minden. M4, Galil, Tech9, USP, Glock frag. Tényleg nagyon változatos fegyverekkel jöttek a fregek. Fúria körgyőzelem, zárkóznak viszont. Mi ez a vásárlás egyébként? Készerátonál egy Mac-10-es. Lenne pénz egyébként simán kalára. A Galil az kijött, azt oké, hogy tartják, de továbbra is az... meg mi ez a káosz? Kickstun dupla, félig meddig füstön keresztül. Már ott lőtt magának egy lyukat a füst szélén. És úgy néz ki, hogy most Skullzék nem akarják továbbvinni ezt az átámadást. Ez...
eléggé tanácstalannak tűntek egyrésztről a fúriások, meg ezt az alap elképzelést sem igazán értettem, hogy ketten bepoppolnak, a többiek pedig csak állnak lobbyban és nézik, ahogy meghalnak a csapattársak. Hát nem hiszem, hogy így van fölírva azt a Stratbookba, hogy nézzük végig, ahogy társaink elhullanak. Az viszont szép, szép. De jön a váltás Dextertől, ő sem hibázik. Jó, a trade 4v2, Skullst is kizárják, ráadásul beleég éppen, hogy a molóba. Ezt hallják, sűs rá fog nézni, nem számít a sárga pushra. Csak hogy Yuri egyedül egy 1v4-ben. Voltak már ide, végül sűs végez vele is. 6-4. Idő? Igen. Vagy nem? Mégse. Mégse kell idő. Hagyjuk. Elgondolkodtak egy darabig, aztán mondták, hogy egyelőre még nincs rá szükség. Jó kérésre, ott Tessesnek a vállát épp, hogy megpillantotta. Dexter azonban már jó pozícióban volt. Lehetős kép volt. Aztán, amúgy készállható 5-1-be kezdett, és most 5-8-ba. Azért ez csak egy ilyen... rövid felvillanás volt. Igen, bár köreleig. Elfogyott a lendülete alapból az egész fúriának, nekem úgy néz ki. Nagyon együtt fregelnek mondjuk. Készenlátó kivételben mindenki 6 fregem. Volt versenyben, és ő is csak egyel van lemaradva. De... valahogy nincsenek azok a nagy impact megmozdulások. Még Skullsnak volt egy szép lörki, amikor Silentbe droppolt csatiba, de azon kívül nem tudom, ilyen volt ugye káoszt jól tudták kontrollálni árakon és abból lett körgyőzelem, de megint csak a Heroic az, aki elébe megy a dolgoknak és ezekkel a proaktív, agresszív lépésekkel vagy píkekkel rendszeresen emberelőnyt tudnak kovácsolni maguknak. Nerds, most inkább ő kapja a sebzés füstön keresztül. Fúriának, Fúria be van szorulva a lobbyba, a teljes kinti kontrollt megszerezte Kixan. Nem tudom, hogy ezt 30 másodperc alatt hogy nyerhetné vissza valahogy a Fúria. Oké. Okay. Dehogy. Ez is megvan. Jaj! Sok szerencsét. Jó lesz kör? Itt már csak az a kérdés. Igen. Igen. Dexter kezdte, Dexter zárta. 7-4. Ugye Anubison volt 8-4-es fél időnk. Ez már Mirázson is, csak nem a Heroic javára. Hát utolsó körre jön egy időkérés. Júria oldalon, hát 2000-2500 pénzekkel. Tech9-ok, gyors ápop, vagy kinti füstfallal, secret tolás a Tech9-okkal. Nagyjából ezt tudom elképzelni, ezt a kettő variációt. Meg 5 hétre még, hogyha megmentik. A kezdet ugye nem volt rossz, még az elfogadható IT oldalról. Már sok olyan meccset látunk, hogy nyúkom. Támadó oldalról tudnak dominálni a csapatok. Meglátjuk majd, hogy Heroic mennyire lesz ott hatékony. Fúriának talán inkább itt is inkább a CT oldal fekszik. Na nézzük, hogy mit teszeltek ki a taktikai időkérésben az utolsó körre. Hát egy kicsit delayelt fenti popot, ami úgy tűnik, hogy működik, mert eléggé szellős rajták ezt az AVD, mert kikszám, mit tekereg itt a nyugat smoke-ba? Jó ég, a bomba lemegy, és az Yurinak jó, akár kettő is lehet, kettő is, és lesz az. Egy frag kettő lett, maradhat, mint a Entesnél, Skulls végez, Tessesszel, Dexter 1v5. És nem lesz megint egy, vagy harmadjára is egészen pontosan egy 8-4-es fél időnk. Hanem ez ott a leggyel szorosabb lesz, 7-5. A Heroic javára. Meg is büntette Dexter, hogy a némikéddel szórakozzál, aztán hibázik egyet, valami nem tényleg.
lezárja a félidőt. Na hát ez egy idáig a legpörgősebb első félidő volt, meg az összes félidő közül szerintem a legpörgősebb volt ez a Nuke első játékrész, aztán meglátjuk, hogy a Heroic milyen játékstílust képvisel majd a másik félidőben. I love the smoke. I didn't need, I would jump down. Take it, man. Dead, man. One more. That's him, nice. Nice! Nice, Lily! Sick ball! Wait, boys, not the same thing. Anubison, ugye Dexter Clutch szitujába lehetett belehallgatni, vagyis egészen pontosan a csapat kommunikációba. Hát ezúttal pedig a SSD érték a csapattársak. Noha nem volt egy kifejezett Clutch szitu, de ott le kellett darálni az anti-echo körben egy híróval, egy híró AK-val felálló támadógárdát. Kapta a dicsérő szavakat, az pedig egy rontott füst Juritól. 5 pisztolykörből, 3-at eddig flawless módon nyertek a csapatok. 5 túlélő játékossal és disztribúció szerint egyébként 3-at nyert a Heroic az 5-ből. Hát most a Fúriának kellene ez a győzelem hátrányból, mint egy falat kenyér, és jól is nyitnak. Juri, Skulls, Juri, így jönnek a fregek, tripla emberelőny. Na ez innentől kezdve igencsak bukhatatlanak tűnik, főleg úgy, hogy Cellónál van még egy Molotov Smoke páros, Skullsnál ott vannak közeli range még mindig a beretták. Jurit mondjuk fejelik, egyetlen egy HP-val szorul vissza CT csati mögé, de hát már megérkezik a rota, a bomba kiesett. Sárga tetején pedig Skulls most fog bepikálni, 1 és 2 fejjel zár. Mint pont a berettáknak a száma, 6-7-re zárkózik, így a Fúria. Bombaplant nem volt, szóval
Több mint valószínű, hogy itt lesz egy Heroic Echo, és 7-7-re egyenlített majd a Fúria. Párhuzamos meccsen pedig tehát a Falcons 1-0-ra vezet a BO3-ban, a második pályán pedig 7-5-re nyerték az első fél időt Snappy-ék, de 8-7-re vezet már a Big Mirázson, úgyhogy talán ott is érőben van az egyenlítés. Az egyenlítés már megtörtént a Heroic részéről a szériában, most pedig a Fúria egyenlíthet a Decider pályán egy részeredmény erejéig. Nagy erre a szansz, hiszen akkor pisztolykör nem tettek bombát nagyra ikos srácok, és így full lekóznak egyet. Ó, cseló. Kisebb slamasztikában, de már érkezik a segítség, rövid ajtónál ott van egy társ, és készenleten tartja a hátát. Jajjaj. Készenlet a tripla. Végül. Utána egyébként ugye mondtuk, hogy 5-8-ban ez végül 6-9-ben zárt, most ezzel a triplával került 9-9-be. Az eredmény pedig 7-7. Jön a vásárlás, eléggé szellős a utility Heroic oldalon, mindig azt akarom mondani, hogy Dán oldalon annyira megszoktam, de és csak két Dán játékos van már ebben a Heroicban. Ez az is Sus személyében, még az edző is pinn már. Bossz fura, hogy a Falconsnál van kint a Dán zászló egyébként. Annál kimond bizony. Tehát megvan a Dán fölény ott. A Sus lejutott és készenlátom lehet most gondban, de nincs gondban. Az első frame megvan és már is okosan vonul vissza. Pillanatra meggondolta magát, hát ha visszamegy, de Cellónak kell vigyázni a magára, és most azért sok helyre kell tartani. A rámpa nem igazán van felügyelet alatt. Az a szerencség, hogy onnan talán játékos nem jön, gyorsan ledropolt Titanicba Cello. Az ekkora váratlan lett volna, ha megindul hosszú ajtók felé és elmegy a hátába itt a Heroic-os párosnak, de erről szó sincs. Talán Heavenben van fönn Kükszán? Igen, most erre várnak, erre a lurkre. Skulls nem ide tart, tesz ez pedig vissza egy Csatihoz. Hát megvannak keverve most a kártyák elég rendesen, de Kükszán visszahívja a brigádot erre az arakúra. Skulls azonban már ide tart, jön a moló, de abba bele fog pékelni, sőt bele se ég konkrétan a macedón irányító, és gyönyörű a visszahívás. Nagyon a B-re tette a fókusz most a Fúria. És Kükszán türelmes volt, lecsekkolt végig Heavenből, entry szerzett, és hiába az egyenlítés a Fúriától, csak taladni tudnak az eredmény után, vezetni nem, megint előnyben az EU-Mix csapat. Hát ilyen sokat jelentett az a kinti kontroll, onnan meg lett a Heaven, de nyilván volt több opció is. Kükszán elmegy nagy kerülőre rámpára, valószínűleg onnan is megnyerhette volna egy az egybe a kört, de ez így még tisztább volt. Tökéletes rota, a legjobbkor lehetett tenni a bombát. Úgy néz ki, hogy marad a három kimentett fegyver. Marad? Fury oldalán? Azt hittem, hogy Fallen még ebbe bele fog pékelni, de nem. Talán ez a bölcsebb megoldás. Visszajön a csapattársakhoz, és akkor kihozzák azt a három fegyvert a következő körre. Ami kell nekik, mint egy falat kenyér. Nincs nagy lose bónuszok, minimális pénzeket tudtak csak menteni. Cello tud dobni egyet, meg talán még Fallen egy SMG-t, és akkor úgy tudják megvenni, úgy teljesen ráforszolni ezt a kört. De most azért pénzügy szempontjából jelentős fölénybe került a Heroic. Pop. Nem voltak rosszak a vakitok, ennek ellenére Dexter szerzi meg az entry-t. Fury azonban reflektál, op. Készenlátónak kell vigyázni magára, azt pedig hallotta, de készenlátó. Itt az Echo ellen megint brillírozott, de megint ez a mozgás, ez abszolút nem az ő játékát jellemzi. Nagyon nem értett most rá erre a mai mérkőzésre.
Nerds pedig megint Jolly Joker pozícióban, és hogyha Cello megjelenik, már pedig megjelenik, akkor könnyedén lekapcsolhatja őt. Kikszám viszont meghal a bombával ráadásul, és Yuri jól fordul a Heaven-ös player-re, de őt azonban nem tudja lekapcsolni. Fallen egyedül egy V3-ban. Azt a nem volt előnyben, már mindem a brazil, azt azért hozzá kell tenni, de azért megküzdött ez, ez azért a fregér. Hát, hogyha fel tudott repülni egyből Fallen, ami gránáttal a kezében elcsíphette volna Tessest. Na mindegy, rendüljünk túl ezen. Most rosszul van a brazilok számára, hogy nagyon nincs pénz. 2-3 ezer dollárok, be kell iktatni egy ekót. Könnyedén a tizedik körét szerezheti meg a Decideren a Heroic, akik, hát most itt a legjobb esettel számolva, ha túlélnek 4-5-en, NS, hiába a boost, akkor stabilizálatnak majd a végjátékra sus, mondjuk ott hagyja a fogát rámpán. Könnyen felvehetik azt a kalát most ott Skullzék, már most azzal számolnak, gondolom én, hogy kimentik azt a következő körbe, vagy körre pontosabban. Még a pisztolyokkal lehet próbálkozni, nyilván azok úgysem számítanak, hogyha mentésre kerülnek. Cello pedig el is kapja Tessest. Egyelőre számít egy másodikra, még ott szikreben nem mer oda menni a kaláért, de nyilván mi látjuk, hogy simán felcsíphetné. Nem meri mondjuk, a kettő kalával pedig az ember előnyből simán meg lehetne próbálni ezt a kört, bár anélkül is megfogják Fallenék, csak hiába az ember előny, a fegyverzeti fölény még mindig a Heroic neve mellett van. Hát Nerds jön megint Evenből, csak úgy mint Kükszán. Húznak végül, megvan az a kala. Kulcsfontosságú lesz az időzítés. Az info cselló már ide fog tartani. Jó a sebzés! És Skulls trade-el a kalával, ez ideig nem rossz. Akár full echo-t nyerhet, kérem szépen. A Fury-e jön egy chipi, és készállta meg elő Dextert. Kükszán 1v3. Milyen kört nyerhet meg itt a Fury-e? Jön a Prefire-ra, a kalás player-re, nem rossz, a Cello-ra is kéne számítani. Az is megvan, 4 szek, készállta viszont jönni fog. Csak egy csori. Nem jön, nem jön. Nem harap rá. Nem, szerintem csak készállától számított rá simán. Na az viszont akkor most lehet, hogy nem megy neki a játék, de hogyha ezek után megnyeri a Fury, akkor ő egy nagyon nagy lépést tett azért, hogy meglegyen ez a comeback és a fordítás. Nagyon nagy mind game ment. Körizik-e Kikszán, vagy végig teszi. Rárohan-e készerátó, vagy maradt Heavenben. A legjobb opciót választotta. Nyilván nem látták egymás kártyáit, nem látták, hogy mi fog jönni, de készerátó a lehető legjobb döntést hozta. Hát és akkor szórnom mindenre, amit mondtam, nem hogy nem lesz 4-5 túlélő játék a Heroic oldalom, sőt, el is bukják a kört egy majdhogy nem full echo ellen. Néhány upgrade-et pisztoly, de hát Kevó sem volt a brazilokon egyáltalán, kérem szépen. Ezt elherdálta így a Heroic. Elég nagy hiba, elég nagy paklövés ez most a részükről. Még itt Kickstam próbálta menteni a mentetőt, de hát már nem volt idő. Extra 5 másodperc, és akkor lehet, hogy más lett volna a végjáték, lehet, hogy meg lehetett volna szökni B-re, de hát tök mindegy, ebben nem érdemes belemenni. A Fury-a stabilizálja a pénzügyi helyzetet, a Heroic pedig most gyakorlatilag nullára kerül, egy teljes vásárlása volt még pénzük, de hogyha nyer most egyet a Fury-a, akkor könnyen duplázhatnak egy esetleges echo ellen. Amíg megy itt gyorsan a tapogatózás, addig gyorsan egy kis info a top 16-ról már, ami holnap kezdődik. Vannak már párosításaink. Wasteland a Liquidet kapta, a Virtus Pro Complexit, az Astralis a 9Z-t, a G2 pedig a Soul-t. Ezek a párosításaink már megvannak, és amint megvannak megvan a maradék 4 továbbjutó is, mint mondjuk ebből a mérkőzésből is majd a győztes, aki továbbjut, valószínűleg vagy a Navi, Spirit, Mouse, Vitality 4-esből kap ellenfelet. De nézzük ezt a rámpa támadást, készerátó, hoho! Megint egy kulcsfontosságú dupla, és azonnal 5v2, nem számított a Heroic most erre a dupla rámpa setupra. Jó hívás volt most ez Fallentől, aki teljesen CT kezdőn konkrétan ott ül.
Hallottad ezt a zoomot tesz? Ha... Timing egyelőre nem kedvesz fallennak, meg fog szökni itt a szeme alatt tesz. Hát ez egy ingyen frag, csak nem kéne 20... megkerülnie, hogyha hallottad? Na, azért. 20 másodperc, egy mentett VP akkor. Úgy néz ki a heroik oldalán, hát tesz igazából menti a menthetőt, meg map másik oldalán nörc is. Egy szendvicsbe fogják a pályát gyakorlatilag, egy CT meg T kezdőről. Hát jön fel a Fury rendesen, sőt ugye ezzel a körrel már ki is egyenlítenek. Most rúg vissza nagyon azt, hogy elbukták kikszenék azt az anti-echo kört. Így, hogy van kettő mentett fegyver. Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy mi a jó döntést, mert a csapattársaknál vannak ilyen 2000-2500 dollárok. Nurse-nél és Tessesnél ugye egy-egy nagy fegyver. De hogy mit csinálsz itt? Ráforszolsz teljesen, és akkor legalább egységesen tartod a pénzeket, vagy megpróbálsz azzal a kettő nagy fegyverrel alkotni valamit, és tartod a 2000 dollárokat legalább annál a három játékosnál. Hát erre a kérdésre nem tudok jó választ adni. De a Heroic úgy néz ki, hogy megvan, hogy melyik mellett teszi le a voksát. Hát a felvezetőben mondtuk, hogy ez egy brutál 50-50 mérkőzés lesz, és szerintem hozza is azt, amit vártunk tőle. Három pálya, Decideren, döntetlen, 9-9. Tényleg az ember nem tudja megmondani, hogy ki fogja megnyerni ezt az összecsapást. Mindenesetre most minimális helyzeti előny a Furiánál, ugyanis eléggé szedett-vedett vásárlása van a Heroicnak. Ráadásul, hogyha a Fury azt megnyeri ezt a kört, akkor tovább növelhetik az előnyüket, akár 11-9-ig, hiszen ekóznia kellene az EOMIX csapatnak. Ráadásul a Hero VP kiesik Dexter kezei közül, most Kixan próbálkozik majd ezzel a Fallen által dedikált, meg Fallen által használt Redline VP-vel. Júri, ha egy kicsit kijebb megy, ha egy kicsit kijebb megy, csak nem szabad kapkodni, ne a falat lője. Nersz még válaszol, de Fallennek megint van mondani valója arra a fregre, illetve tenni valója, inkább ez a pontosabb szó vagy megjegyzés. 50 szek, ezt még készen látom, megvan, de már jön a hátával Gyuri exitből. 10-9 és nincs pénz a Heroicos srácoknál. Össze-vissza pattog az a bizonyos labda, de most két körös előnybe is kerülhet Skulls és csapata. Hát sok szerencsét azt a pixelengőt visszalőni. Hát és most nyal vissza a fagyi még, hogy ugye most ráforszoltak, 19-re lapot húztak az előbb a Heroicosok a mentett fegyverek mellé. Nem fizetődött ki, kettő freget húztak el összesen, édes kevés. Nyilván a körgyőzelem lett volna a céljuk. Maradnak most a pisztolyok, minimális utility, amit ki is dobálnak már ezen a ponton nőrcék. Az egy szép füstrobbantás Fallentől és egy még szebb lövés. Hát és akkor lehet tartani a smoke-ot, Dexterék talán le tudnak még szökni csatiba. Egy plantot, hogyha nem érkezik meg a rampa player időben, összehozhatnak. Na most jön cello, egy, és ebből úgy néz ki, hogy nem lesz bomba plant, a csak Dexter nem tudja visszalőni. Oh, Jézusom, cello! Skulls pedig zár. Hát begyújtották a brazilok rendesen a rakétákat a végjátékra. Hározamos meccsen 12-9 a Bignek a Falcons választásán Mirázson, de ne felejtsük, hogy a Falcons vezet. A BO3-ban 13 hétre nyerték a Big által pikkel Dust 2-t. Ott is érőben van a Decider, ott Anubis lesz majd, most pedig nem tudom, említettem, most Mirázson vannak. Hát mi Mirázs Anubis már kipipáltuk. Nekünk ez a Nuke a Decider, és kettő közte kettő kell Falleneknek, hogy ott legyenek a legjobb 16 között. Aki most pozíciót vált a VP-vel és megpróbál Secretből píkelni. Egyébként nem rossz döntés, mert négyen is itt vannak kintin. Jön a füstfal, amit robbant Yuri. Hát éppen, hogy csak nem látja meg az ellenfeleket. Ez a vízeséses smoke jut nyugat tetejére. Hát Fallen várja tárt kalokkal itt a támadókat. Ez egy frag minimum.
lesz-e több. A Molival még próbált területet nyerni magának, Fallen nem is jönnek nagyon át rajta. Nörc áttolta, mínusz 17 HP, de nem mer egyedül tovább menni, evidens. Eltűnt a kinti füstfal, nyilván tudják most támadók legalább, az ellenfél mesterlövésze az lent van, B-rakó környékén. Garázsra viszont így is számítanak, Dexter legalábbis ide tart. Érkezik egy flash, most píkel Kixan, és megnyeri a párharcát, egy kisebb hiba ezúttal Juritól. Egalizált Kixan az ember arányokon, és most meg kell osztani a braziloknak a védelmet, ketten maradnak árakon, míg ketten pedig lerotáltak B-re. Ám de mind Fallen, mind pedig Cello jönnek felfele rámpáról. Megint ketten fognak jönni Heavenből, Dexter és Kixan érkeznek majd innen, de most ide tart rakó mögül, ha jól emlékszem, kétszerától bizony. Húsz pedig bement kék doboz mögé, és onnan tartani nyugatot, illetve sárat. Ez egy kerítő, és hal lesz végül. Aha, Fallen végül meg, és hal innentől már lebukott ez az egész kör. Kétszerától nagyon fontos elcsöpreg, nincs a második skúz is, elővi egy nyugatos playert. De Sus szintén trédel, 1v2-ben Cello róla pedig. Hát, azért lehet info, hogy ő rámpa védőcske. Inkább lentim volt, mint sem fent. Ezért nyugodtan mehet a bomba. Arra kóra felsz, hogy a kitett a smoke-ot, de Heavenbe itt van Dexter. Ne, nem! Nem mondod! Dexter se itt a személynek szerintem, hirtelen. Összetélti a két kezét, hogy nem vette észre őt, Cello. Pedig mi lehetett volna egyébként belőle? A view modellt akarta ki, mert ugye X-ray-ből mi láttuk, hogy világított a sárga, meg nyilván a minél valamilyen tudta, de szerintem neki, hogyha bal kézben van a fegyver, ő is észrevette volna. Mm. Na hát, milyen jó, hogy visszarakták ezt a jobb kéz, bal kéz dolgot. Nem tudod megcsinálni már azt, hogy a csapattársad másik kézből néz, és ilyen igen, apró dolgokat kiszúr. Mert bizony, bizony. Ennek is lehet precedense simán. Előfordulhatott már párszor, hogy így infóztak. Itt ugye lehet, hogy itt is különbséget tett volna. Fél másodperccel előbb meg tudja spotolni Cello, vagy felnéz oda Dexterre, utána pedig az az 1v1 az abszolút nyitott. Na mindegy. Nem rossz ez így. Közben a Big nyert 13-10, úgyhogy ott is jön a Decider Anubis. Itt már azután pálya nem lesz, max még egy hosszabbítás jöhet ki ebből, amilyen szoros az eredmény. Az utolsó három kör érkezik. Jus, itt vagy betus viszont, és jó a vakító! Ennek erre nem tud entrizni, ebből kész rátom, viszont igen. Jaj, de jó helyen tour schools. Kettő sem, hoppá! Hol a csoti? Hol a csoti? Valaki arra jött, valami patch. Arrétették ezt a frágya lejáratot. Nem találta se Kixan, se pedig utána Tessess. Ez a kör pedig szétesik így. Nörc lejutott, hát érdemes az arcát nézni. Csalódottság. Fiúk, utána demo. Úgyis van idő, megyünk haza, repülőn mindenki. Laptop, demo. És megnézzük, hogy együtt, hogy hol van az a csati. Hát a legjobbakkal is előfordul. Hát Nörc pedig próbálja menteni a mentetőt. Talán meg fogja adni neki ezt a Fury-a, hiszen náluk sincs olyan sok pénz. Nyilván a végjátékból maradt még kettő kör. Legalábbis az a rendes játékidőből, potenciálisan. Nyilván úgy kalkulálnak, hogyha a következőt bukják esetleg a Fury-ások, akkor is legyen pénz a 24-re, rendes játékidő utolsó körére. I went down. I'm dead with the bomb. Yeah, I'm taking it. Nem volt lent. Szívta maga után a társakat. Egyébként jó is lehetett volna, 4v5-ben leplantolnak, abszolút nyerhető. Afterplant situ lehetett volna, de hát ebbe teljesen fölösleges belemenni 12-10 tehát. Kettő lehetősége van a Fury-ának most arra, hogy még rendes játékidőben befejezzék ezt a szériát, és most van a legjobb lehetőségük erre, a legjobb lövésük, a legjobb sanszuk. Hiszen 2004-es volt a Heroic-nak a lose bónusza, Nörc mentett ugye, de a többieknél nem lesz teljes az a set.
Gyors kör. Merész hívás. És leült, és ez egy B-kerítő végül, mert hárman jönnek rámpán. Ez csalónak nagy nehezen megvan az entés, kimarad, de okol, de belefutott, de oh! Megvan! Hisz, nem tudják visszalőni, mert van a végre valaki visszalőtte már, hát az kutya fáját neki. Eddig ólálkodott a cseló. Viszont nem jött gyorsan rota. Maradék a védő is rámpára jött, nem csúsztak csatiból. Már az nyilván ugye tartva volt, hiszen ment le egy játékos. Ez viszont elég nehéz ezt visszafoglalni. Itt van utility, van molotov, smoke-ok, szóval a Fúria eszközei abszolút megvannak rá, Sus lekerül egy HP-ra. Hát, hogy hamar vége lesz itt Susnak, a molotov viszont tökéletes ütemben érkezik. Nagyon jól játssza meg itt a Heroika kártyáit. És vissza vannak zónázva egyszerűen a CT-k rámpára, de most meghalt Kixan, Nurtz nem tud flagelni. Sus, egyetlen egy HP-val, itt rá fog tapadni Fallen a bombára, hallja Niuk, hallaniuk kell Sus! De megvan a frag, és nem lesz idő ezt felszedni, Sus! Megnyeri! A sírból hozza vissza valahogy ezt az 1v4-et. 1v4, egy fraggel. Időkérés, Sittel. Hú, hát ezután kell is. Vajon volt most is, if you win this round, we win the match? Mert az Mirázson nem jött össze. Akkor 13-11-re kikaptak. Akkor Dexter hozott egy brutális 1v2-t. Ez egy még brutálisabb 1v4 volt. Annak ellenére, hogy csak egyet húzott el, de pont a hatástalanító Fallent. Hát firepower szempontjából, meg equipment szempontjából. Bombé! Lekében szedított. Nice! Nice! Oh! How the fuck did mennyi energiát visz egyébként a csapatba? Elképesztő. Négy Galil nyert kör után. És borzasztó kevés utility. Igaz, van egy MP9-es is eléggé kevés utility. CT oldalon is, szóval ez egy igazi kikikör. Felemás fegyverzet, ahogy mondod, mind a kettő oldalon, bár ebből a szempontból azért megvan a braziloknak a fölénye. A utility-ük nagy részét ki is dobták, ahogy a támadók is. Ment a kinti füstfal, és hát mi maradt? Kettő molotov, egy smoke, egy gránát, bár talán azt számít a legkevésbé. Hát itt húsdaráló lesz a végén, egy vérfürdő. Nem lehet nagyon sok szöget kizárni így a utility-kkel, azzal a minimálissal, ami maradt, de counter jut is nincs sok a Fúriánál. Na nézzük, készerátó most fog hajítani egy flash-t, és megpillantja ellenfelét, megvan könnyedén az első frag Susra, viszont most fog érkezni a többi támadó. És átjönnek, és nincsen vakító, ugye? Hát a gránátok hiánya, de még így sem rossz. Kettes csere, Dexcuse nagyon jó pozícióban észreveszítettet, az is megvan neki! A harmadik már nincs meg, Dexter tíned, ez egy 1v3. Gyorsan huppan is le csatiba, hát Dexter két 1v2-t ma már kipipált. Ez egy 1v3 lenne. Van Diffuse Kit, viszont az AWP a ritéken nem segít. Fallen és Cello. Nek itt a vége. Fallen a legfontosabb pillanatban. Most miért kapcsolták, hát valamit mutatott. Sebében a Heroic talán? És eltöltette a Heroicot, azt akartam mutatni. Na, hát összességében ősiesen küzdött azért a Heroic GG nekik, de hát a Fúriának pedig még nagyobb dicséret. Egy kicsit sajnálom, hogy Dexter csak az alsó ágra érkezett meg. Lehet, hogyha hamarabb itt van, akkor a felső ág is, vagy a felsegi mérkőzések is másképp alakul az MIBR-rel szemben. Tehát most csomagolhatnak haza, vehetik a repjegyet, mert sajnos a Heroic nem jut tovább a csoportkörbe. A Heroic tehát búcsúzik, a Fúria viszont otthon a legjobb 16 között. Ötödikként ők kvalifikálták magukat ebből a 16 csapatos play-in szakaszból, de hát még itt van vár csapatokra feladat. Lásd a Big Falcons, ahol szintén Decider van, 1-1 az a mérkőzés, és még lesz még mérkőzés itt az Esport egy TV-n is, nem tudom, hogy lesz-e interjú itt a mérkőzés után.
Fury are going to be more than happy with this one. I'm going to grab Fallen for this. That was one hell of a game, and it came right to the wire. How does this one feel, though, to make it through to the next stage? It's been a while, mate, since 2021 was the last time we got this far. Oh, really? I someone told me that I only made it through when I won both tournaments, so maybe I'm going to win it again. I like that one. Well, your plan already was to get through the playoffs, right? That's what you said the goal was setting out here. This is a nice step in the right direction, but I want to talk about the difference we're seeing in this Furia. Is it finally coming together? Do you feel like you're seeing a change? Ah, I like the roster we have. I think we complete each other very well. I think it's a good mix of players. Everyone is, the culture work is very good as well. So I'm very happy. I think the Furia guys have never gone through the Cologne playoffs. So we kind of broke a curse here. That's awesome. I'm very happy with the team performance. Rorik played a good game. I mean, 13-11, I think, right? That's very close. So we could have gone either way. And it definitely could have gone either way. I want to say throughout this series, though, was it a bit of back and forth shuffle? You start off by winning their pick, and then we come into Anubis, and things went quickly the opposite way. Anubis sucks. I don't know why we play this map. You got to play it. You got to do what you got to do. Why do you pick it? I mean, we haven't been working on the map, and we played a good map on Anubis yesterday, and you got to try it. You start something new, and we thought that they were not playing Anubis super well according to their results and what idea we have to play against them. But in the end, they play better than us. So we had a couple of rounds that went their way that could have gone differently, but they won both pistols and three or four situations that could have gone our way. So it's complicated to win on one map like that. Are you still trying to figure out a bit of your map pool and what's comfortable for you guys? We play everything. We just don't win anything. Well, hopefully that can change going forward. Furia have made it onto the second stage. Let's see how far they can go. Great. Hát a Furia játszik minden mappon, ezt Fallentől is hallhattuk, bár nem a szíve csücske Anubis, és nem is játszottak ma annyira jól rajta a tegnapi nap ellentétére. Bár ugye egy kicsit ez én gondolatom szerint kontraproduktív dologra mentek rá, hogy az ellenfelük gyengeségére játszottak, azért pikkelték Anubis, ugye, mert a Heroic elég gyenge meccseket játszott rajta. Viszont hát most a Furiának sem volt jó mérkőzése egyébként ezen az Anubison, sőt, ugye összességében 13-8-ra kaptak ki, az volt a második pálya. Van még csiszolnivaló azon az Anubison, mindemellett, hát Fallen kitűzte célul, hogy jussanak be a rájátszásba, ez a Furiának még nem jött össze, és a rájátszásig is elég hosszú, rögös út van hátra, hiszen a playoffban azért mégiscsak hát keményebb falat ellenfelek jönnek majd velük szembe. És ugye viccelődtek is ezen, hogy 2x21-ben jutott tovább ebből a szakaszból, ugye Fallen, és viszont akkor kétszer, mikor tovább jutott a csoportkörbe, akkor meg is nyert az egész eventet. Hát szerintem ez most ennek a Furiának nem fog sikerülni, én a mondó vagyok, mert oké, most egy Heroicot sikerült legyőzniük, de azért becsúsztuk vereség a korábbi csapat ellen a Liquiden, egyébként pont a Liquiden jutott legutóbb tovább a play-inből a csoportkörbe, azt a csapatot irányította, most ettől az új Liquidtől kikaptak, szóval eléggé felemás eredmények, summa summarum az a lényeg, hogy ott vannak a legjobb tízak között, de hát azt még nem tudjuk, hogy kik lesznek majd az ellenfelük itt a csoportkörben, erről még pontos infónk nincsen, ahogy említettem itt menet közben. Annyit már tudunk, hogy a Liquid a Phase-zel fog játszani, a Virtus Pro a Complexity-vel, G2-szó, illetve Astralis 9Z, ezek a párosítások már fixen megvannak, de a Navi Spirit Mouse Vitality 4-es még vár az ellenfelére. Úgyhogy még egy csapat, tehát az ötödikként kvalifikálta magát a Furia erre a csoportkörre, a Stage 2-re, hogyha már új nevén nevezzük, de hát akkor még a Big Falcons küzd egy Anubison azért, hogy szintén meglegyen ez a továbbjutás, illetve jön majd egy brazil derbi, tehát egy brazil csapat már fixen van, és fixen kettő is lesz, hiszen Made in Brazil Pain mérkőzés lesz majd még itt a play-in szakaszban, közben Skullsnak a statisztikáit figyelhetjük az egész szériáról, illetve az MVP-ennek az egész BO3-as meccsnek, de nálunk nem a brazil derbit követeditek majd, hanem az Eternal Fire, illetve a The Mongols összecsapását. Ha minden igaz, gyorsan utána nézek, óra 36-kor, tehát 20 perc múlva kezdődik majd az a mérkőzés, még egy kis highlight, és ha minden igaz, akkor 15 perc múlva jön majd a felvezető műsorunk majd Tech baráttal és Vézivel. Ha jól emlékszem, ők váltanak majd minket. Hát Dogi, azért kaptunk egy jó meccset, nem? Így május 12 után. Jó volt a visszatérés. Egy Pro League döntő után. Hát figyelj, nem egy döntő, de
De a mérkőzés az izgalmasabb volt, az a Mouse 3-0-es győzelem volt, igaz? Vitality ellen? Igen, igen, az nagyon sima volt. Ki tudja, még lehet erre a Kölni döntőre is visszakacsintunk majd, még azt nem tudjuk egyelőre, de majd meglátjuk, minden esetre jó volt ez a kis visszatérés. Holnap egyébként találkozunk majd megint ugyanúgy a második mérkőzésen, szóval nagyjából papíron 15:45-től velünk találkozhatod, de ki tudja, hogy mikor kezdődik majd a második összecsapás. Minden esetre mi Dogival köszönjük szépen a figyelmet, további jó szórakozást kívánunk, tartsatok az Esport egy tével, hiszen jön az Eternal Fire, illetve a The Mongols összecsapás itt az Esport egy tévén moderátorainknak, illetve Berci kollégának is a színfalak mögött. Köszönjük a munkáját és kitartást még az estéhez, úgyhogy Esport egy TV, YouTube-on, Twitch-en, mindenhol kövessetek, sziasztok! Sziasztok!